A Mi Hazánk mozgalom néhány héttel ezelőtt levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez. A levelet ketten írtuk alá Dúró Dóra országgyűlési képviselőnkkel együtt, ugyanis azt gondoljuk, hogyha a rendőrségnek van arra kapacitása, hogy a Dohány utcai zsinagógát a nap 24 órájában őrizze, akkor bizony itt is 24 órában éjjel-nappal rendőrnek kellene posztolnia, hiszen a mögöttem látható hazatérés temploma előtt felállított vitéz nagybányai Horthy Miklós mellszobrot már többször megtámadták, és hetekkel ezelőtt egy újabb támadás történt. A levelünkre írásban válaszolt Pintér Sándor belügyminiszter, aki azonban nem látja indokoltnak a folyamatos helyszíni rendőri védelmet, így aztán sajnos úgy tűnik, hogy ismételten kiderült, hogy Magyarországon kettős mérce van, hiszen nem a Dohány utcai zsinagógát érte támadás és éri rendszeres inzultus, hanem a mögöttem látható hazatérés templomát, elsősorban azért, mert a hazatérés temploma előtt látható Magyarországon nagyon ritka eset egyébként, hogy itt egy közterületen is látható Horthy Miklós szobor van. Úgy tűnik, hogy a belügyminiszter úr és ezek szerint a magyar kormány szerint vannak fontosabb és kevésbé fontos műemlékek vagy őrizni való kulturális örökségek. Mi természetesen ez ellen tiltakozunk, és továbbra is azt gondoljuk, hogy nem a civileknek kellene védenie, őriznie Horthy Miklós szobrát, hanem a magyar rendőrségnek, hiszen a magyar adófizetők pénzéből azért működik a rendőrség, hogy preventív jelleggel megakadályozza az ilyen támadásokat.